Nohoz itt már a Start Plusz, kultúra, sport, a kettő egyben. És egyben, igen, tehát nem egymás után, hanem egyben. Így van, a Puskás műzikáról beszélgetünk az alkotókkal, Szente Vajk rendezővel és Kocsis Dénes színésszel. Üdvözlünk. Helyett Pesák Ádám. Bocsánat, jaj, elnézést, nekem még rosszul volt felírva évsor. A Czibor Zoltán valójában, 11-es mezzel, ugye? Pontosan, igen. Igen. Hát akinek szintén nagy szerepe ott Puskás öcsi mellett, aki hihetetlen adatokat, hogy picit, hogy kezdjük a sport felől, ugye sajnálatos módon ugye az elmúlt napokban Gerd Müller halála kapcsán kerülhettek szóba hasonló rekordadatok, ugye ő volt az, aki közel meccsenkénti egy gólos átlagot hozott, de Puskás öcsi még ezt is meghaladta időnként, mind a válogatott beli szereplését, mind a nemzetközi egyéb meccseken való szereplését tekintve. Ti milyen rekordszámok, a rekordadatokra, hogy akkor ne a fociról beszélgessünk, számítotok ugye ma, holnap után az Erkelben? Tavaly volt a bemutató augusztus 20-án, és pont erről beszélgettünk az imént, hogy akkor volt 75 éve, hogy először magára húzta Puskás a válogatott mezt, 1945. augusztus 20-án, Ausztria ellen játszott egyébként Magyarország, és akkor mutattuk be mi ezt a darabot, amelyet bizonyos időközönként nem tudtunk játszani az elmúlt évben, ismert okok miatt, de mégis azt mondhatjuk, hogy túl vagyunk a 20 000. Nézőn is. Azért. Ilyen rekordokat tudunk mondani, szerintem ebben a mostani világrendszerben ez egy kifejezetten nagy szám, és most érünk vissza egy év után az Erkel Színházban, mai napon már van előadás, és talán az is egy rekord, hogy nagyon gyorsan vissza tudtuk rakni, hatalmas méretekből Szeged Szabatéri Margit szigeten játszottunk, és most az Erkel Színházban, ami egyébként az egyik legnagyobb kőszínházi színpad, de mégis azért ennél kisebb méretű, de rekordgyorsasággal visszatettük a fiúkkal az előadást. És milyen szerencse, hogy az időjárás is ugye most egy kicsit esősebbre fordult, most már zárt helyen, zárt körülmények között biztonságosan. Aki még nem látta, de most szeretném megnézni, hogy kell elképzelni azt, hogy ugye Puskás 10 éves korától a megdöntőig dolgozza fel az eseményeket. Nagyon-nagyon-nagyon grandiózus, nagyon sok szereplős dolog, de hát mégis hogy lehet a focit színpadra rakni? Akár szereplőként, akár rendezőként, mind a két szempontból. Dekázni kell, sokat gyakorolni. Gondolom. Sokat kell gyakorolni, nyilván. És ugye, hogy konkrétan egyébként? Tehát hát vannak dekázni is gyakorolták közben? Vagy? Persze, meg ugye én is 8 évig fociztam azért gyerekkoromban, és nekem is volt, én is a Bozsik programban benne voltam, ugye a kötődésem ugye magához, a Puskás musicalhez. És azt gondolom, hogy meg annyira jó a csapat, és annyira adta magát a helyzet, hogy azért mindenki szereti a focit, és mindenki ismerte az aranycsapatot, és annyira jó ezeknek az embereknek, csodálatos sportolóknak a bőrébe bújni, hogy elképesztően lelkesen gyakoroltunk, hogyha valakinek kevésbé ment, akkor a többiek oda mentek segíteni, és folyamatosan fejlesztettük egymást, úgy, mint a csapat, mert ugye annyit ér a csapat, mint a leggyengébb tagja. És ilyen nincs is. Mindenki. Érdekes a párhuzam tényleg a foci csapat és a színházi csapat között. Abszolút, vannak áthallások. Tényleg úgy működnek, mint egy futballcsapat, de azért el kell mondani, hogy ez nem egy foci musical. Vannak benne olyan részletek, amikor a futballmérkőzéseket mutatjuk meg, így például az imént említett 45-ös mérkőzést, vagy a 6-3-at, az az első felvonásnak a vége, tényleg egy nagyon grandiózus kép, de ezzel együtt talán ugyanennyire fontos az, hogy a darab igyekszik megmutatni Puskás Ferenc életének körülményeit is ebben a bő 2 évtizedben, és a 40-es, 50-es évek magyar történelmét. Nehéz volt ebből a nagyon bő anyagból kiszedni azt, ami belefér egy, nem tudom, 1,5–2 órás előadásba? Igen, nehéz volt, nagyon nehéz volt. Azzal kellett elkezdeni, hogy minden létező forrást el kellett olvasni, ez több tucat könyv, nem csak Puskásról, Krosicsról, Bozsikról, Cziborról főleg, nagyon fontos szereplője Czibor Zoltán Puskás Ferenc életének, így aztán a musicalnek is. De aztán voltak olyan támpontok, egy kicsit olyan mint egy ilyen keresztrejtvény, tudod, hogy tudsz bizonyos dolgokat, ami biztos, hogy úgy van, biztos, hogy benne van a 6-3, biztos, hogy benne van az 56, biztos, hogy benne van a házasság, és akkor ezekből így szépen elkezd kirajzolódni, hogy miből fog állni a darab. Hát és mivel a focihoz, mint tudjuk, mindenkiért Magyarországon is, így azért nehéz lehet úgy megalkotni egy ilyen művet, hogy abba majd valaki szakértő, kívülálló ne kössön bele, és nem. De ezt jobbantól nem is úgy volt, hanem amúgy ilyenfajta szakmai vagy egyéb kritikák, észrevételek értek benneteket, vagy nem, mert ez annyira sodró lendületű a musical, hogy ez fel se vetődött. Azt hiszem úgy van, hogy az előadás előtt érnek minket ilyesfajták, elég bőkézzel, tehát tényleg valóban, ahogy mondod, mindenkinek van valami gondolata a magyar futballról is, de Puskás Ferencről is. Az legyen benne, hogy azt mondja, hogy kis foci, nagy pénz, nagy foci. De amikor az előadásnak vége van, akkor azt hiszem, hogy a taps mindent elmond, és az a szeretet, ami a srácokat övezi, az mindent elmond. Leírhatatlan. Szóval összességében pozitívak a visszajelzések, és mindenképpen további sikerekről számoltunk, vagy számítotok most a hétvégét, a mától kezdődő 3 előadáson. Mennyire, gondolom, teltház van már minden jegy. Igen, hála jó Istennek. Persze mindenki nézze meg még, hogy van-e jegy az előadásra, de erre számítunk. Ezek igazi győztesek voltak, igazi hősök, és szerintem mi magyarok ezt szeretjük nézni, hogy nekünk vannak ilyen győzteseink, vannak ilyen hőseink, akikről érdemes a színház nyelvén beszélni. Más volt most újra, nem tudom, felújító próbán dolgozni ezen a darabon, mint amikor tavaly elkezdtétek? Szóval, hogy voltak más tapasztalatok, tanulságok, pont oda lehetett visszacsöppenni, ahonnan tavaly elindultatok. Egyrészt igyekszünk oda visszacsöppenni, másrészt újdonság az, hogy 2 szereposztás játszik immáron, így például Ádám is azért van itt, mert az újabb szereposztásnak a tagja, de azt hiszem, de majd mindjárt elmondja, ő nagyon jól integrálódtak be a többiekhez. Abszolút, abszolút, mert mindig elképesztően nagy segítséget kaptunk, ugye nekünk nyilván kevesebb idő volt beállni, mint ugye akik ugye az első szereposztás, én embermárkkal vagyok váltva, de elképesztően nagy segítség volt, és egy olyan jó musical, és egy annyira jól megírt musicalről van szó, és mindenki annyira tudta a dolgát, és tulajdonképpen nekünk nagyon könnyű volt a beépülés ebbe az egész hatalmas nagy családba, úgymond, mert ezt mondhatom így, hogy egy családként működünk ebben a darabban. Jó nagy család, mert 120-an vannak a színpadon, és még ugyanilyen produkció. Van esély arra, hogy vidékiek ott helyben láthatják? Tehát, hogy elindul valahogy ez a produkció? Persze, persze van. Volt is. Ilyen már például a nyáron jártunk Szarvason, volt egy hatalmas előadást csináltunk, ahogy említettem, voltunk Szegeden is, és jó pár olyan tervünk van, hogy vidéki városokban is meg tudjuk mutatni. Ilyenkor mindig kimegyünk a futballstadion közepére, mert oda tudjuk felépíteni ezt a hatalmas színpadot, és futballstadion közepén játszunk. Az elég életű színpadi helyszín, tehát valóban egy futballstadion. Most kell visszarángatni egyébként a fiúkat mindig a kapu mellől, mert mindig kimennek ilyenkor focizni. Aha, hát ez óvatatlan. Ha foci van, akkor egy férfinek rendül a lába egyébként. Ahogy Puskás tette a Wembleyben, és akkor onnan kell visszarángatni. Hát köszönjük szépen, hogy jöttetek, elmondtátok mindezt, és akkor ma, holnap után 3-szor is az Erkelben. Erkel Színházban. Köszönjük szépen. Sok sikert.